A mai nap mindenki fog kapni egy kötényt, illetve mindenki majd kezet fog mosni, és utána egy napi süteményt fogunk elkészíteni. A reggeli eligazítás után megkezdődött a munka. A cukrászattal ismerkedhettek meg az általános iskolás diákok az egyik nyíregyházi cukrásznában. A megyei kereskedelmi és iparkamara pályaválasztás segítő nyári táborában több mesterséggel is megismerkedhetnek a tanulók. Ebben a cukrászdában dolgozik a Sipkai Barna középiskola egyik diákja is, jelenleg tanuló szerződéssel. Véleménye szerint sokat fejlődik gyakorlati helyén. Krémeket főztem előbb, masszázni is masszáztam, trüffelgolyó, ilyen díszeket csináltam most már, inkább tortákat készítek, süteményeket. A táborban közel 80 diák vesz részt. 6 héten keresztül 20 fős csoportokban érkeznek a különböző cégekhez. A pályaorientációs tábor a 7-es diákokat célozta meg, de sok 5-es és 6-os gyerek is érdeklődik. A szabadidős programokat a Kisvakon gyermektábor biztosítja számukra. Hát nekem tetszenek a programok, már tavaly is voltam itt, és nagyon tetszett. A közös tábor már több éves múltra tekint vissza. A diákok szabadidejükben olyan játékos programokon vehetnek részt, amelyek megmozgatják őket, így akár profi edző irányításával focizhatnak is. De más tematikus táborba is jelentkezhetnek a kisiskolások. Ilyen együttműködési megállapodásunk pedig más szervezetekkel is vannak. Például az elmúlt évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőrfőkapitányság bűnmegelőzés osztályával volt. Azt is szerették a gyerekek, így első hallásra talán meglepő, de beszéltek például a gyerekeknek, az ott dolgozó kollégák a Facebook veszélyeiről, a mobiltelefonálás hátrányairól, és van még kapcsolatunk a rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályával is, ahol kerékpáros és motoros bemutatót szoktak tartani a táborunkban. Évente átlagosan közel 1100 gyermek keresi ezeket a lehetőségeket. A nyári tábor már 25 éve működik a megye székhelyen.